Felnémeten a korábbi évekhez képest új, a Gasztronómiai Egyesület által használt helyen gyújtották meg az első gyertyát. Rázsi Botond, a városrész önkormányzati képviselője azt mondta, az élő fenyő és a feszület miatt a helyszín szimbolikus. Azt tervezik, a jövőben más közösségi eseményeket is rendeznek itt. Az alpolgármester az alázatosság fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, azt kell megtanulni Jézus Krisztustól a 4 hetes adventi készülődés során. Az advent engem mindig, és remélem sokakat is arra indít, hogy egy kicsit az egónkat tegyük félre, hogy félretette Jézus is, az Isten is félretette az egót, és emberré lett, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan kell ezt megtennünk, hogy hogyan koncentráljunk a valódira, a lényegre, az igazira. A felnémetieknek Pásztor Pascal plébános kívánt szép ünnepi előkészületet, megáldva az adventi koszorút. Kérünk, áld meg ezt a koszorút, hogy a remény jeleként az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessenek minket, hogy az adventi napok során növekedjünk a te kegyelmedben, Krisztus, ami őrünk által. A Pásztorvölgyi iskola diákjai énekeltek, majd halászlével, beiglivel kínálták a környék lakóit.